Kedden díjazták Besenyei Krisztiánt, a Szívvilágnapja alkalmából Gyulán meghirdetett versenygyőztesét. Még tavaly szeptember 30-án vette kezdetét az a 3 hónapon át tartó kihívás, melynek célja a dohányzásról való leszoktatás volt. A Szívvilágnapját 2000 óta szeptember utolsó vasárnapján ünneplik. Ebből az alkalomból országszerte rendeznek nyilvános beszélgetéseket, tudományos fórumokat, kiállításokat, illetve sport és egyéb vetélkedőket. Az esemény célja az, hogy felhívják a figyelmet a szív- és keringési rendszer megbetegedéseinek kockázati tényezőire, valamint arra, hogyan lehet megelőzni ezek kialakulását. A Szívvilágnapja az idén arról is szólt, hogy ne csak a táplálkozásra, hanem a különböző káros szenvedélyekre is figyeljünk oda, és ugye a szív- és érrendszer szempontjából a dohányzás az egy rendkívül meghatározó tényező. Meghirdettünk egy versenyt. A versenynek az volt a lényege, hogy aki jelentkezik, az vállalja, hogy 3 hónapon keresztül minimum nem fog rágyújtani. Ugye a Szívvilágnapja a szeptember utolsó vasárnapján volt, megrendezve az Egészséges Város Közalapítvány, illetve a Főiskola és a Regionális Wellness Egyesület szervezésében, és a 3 hónap innentől kezdve indult. 2018-ban a dohányzás veszélyeire irányult a figyelem, mivel ez a szív- és érrendszeri halálozások 1/3-áért, a rákhalálozások közel feléért és a légzőszervi betegségek okozta halálozások 2/3-áért felelős. A verseny kezdetekor, majd 3 hónappal később ismét megmérték a tüdőből kiáramló széndioxid mennyiségét, ezt a két értéket hasonlították össze. Amennyiben a leszokás sikeres volt, a mért érték a tüdő tisztulásának köszönhetően a normálishoz közelített. Az első 2 hét nagyon nehezen telt. Mondhatom azt is, hogy voltak még néha rémálmaim is. De 2 hónap után már az volt a rémálmom, arra keltem fel, hogy rágyújtottam álmomban, és hogy elvesztettük ezt a versenyt. De elkezdtem futni, és igazából ez teljesen... Most ez van így előttem, és szeretném ezt továbbra is tartani, ezt a dolgot. A díjazott a leszokás sikerességét az egyéni elhatározásban látja. Beke Szilvia pedig kiemelte a támogató személyek fontosságát is. A Szívvilágnapja kapcsán a jövőben is szeretnének hasonló kihívásokat szervezni, hiszen a betegségek jelentős része elsősorban egészségesebb életmóddal megelőzhető.